Körülbelül így ég és füstöl egy baleset során kigyulladt üzemanyag szállító kamion vagy vasúti szerelvény. Az éghető folyadékok és éghető gázok tüzeinek oltását gyakorolták Baktalur rendházán a megye tűzoltói. A gyakorlat vezetője elmondta, hogy ehhez hasonló balesetek ritkán fordulnak elő, ennek ellenére az állománynak az ilyen esetekre is fel kell készülnie. A szükséges éghető üzemanyagot a Nemzeti Adó és Vámhivatal biztosította a gyakorlathoz. Most körülbelül 3,5 ezer liternyi üzemanyagot adott át a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Benzin és gázolaj, és ezek keverékeit gyújtjuk meg, és ezen anyagokra jellemző körülmények között hajtjuk végre a tűzoltást, tehát óriási hőterhelés és hatalmas füst mellett gyakorolnak a tűzoltóink. Az ilyen tüzek rendkívül veszélyesek, hiszen igen magas hőmérséklet és füstterhelés alakul ki a környezetében, ezért fontos a megfelelő védőfelszerelés és az összehangolt mentési munka. A gyakorlaton a gázpalackok oltását is gyakorolták, amely ma már mindennapi feladatnak számít a tűzoltók számára. Általában évente egy alkalommal kerül sor ilyen gyakorlat tartására. Rendszerint fiatal, tapasztalatlan kollégák gyakorlására szolgál. Most viszont az első számú beavatkozó egységeink, tehát a frontvonalban szolgáltató teljesítők számára szerveztünk hivatásos tűzoltóparancsnokságok részéről gyakorlatot. A Baktalur rendházi gyakorlaton a hivatásos tűzoltóságok állományából 30-an vettek részt. A gyakorlatvezetője azt is elmondta, hogy a feladat végrehajtását követően közösen értékelik a beavatkozás szakszerűségét, gyorsaságát és hatékonyságát.